Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit elég régóta forgatok már nektek, hogyha őszinte akarok lenni. A csomagot, amiről beszélni fogok nektek, körülbelül egy hónapja kaptam, de az is lehet, hogy egy kicsit több. Nyilván láttátok a címet, úgyhogy tudjátok, hogy miről lesz szó, viszont szeretném nektek egy kicsit közelebbről is megmutatni. Nem másról lesz szó, mint a CBD olajról és a CBD hatásairól. Viszont még mielőtt jobban belemerülnénk, nézzetek meg egy klippet, amit még akkor vettem fel, amikor megkaptam a csomagot. Kaptam két darab CBD olajat, ami igazából a lényege volt ennek az egész kis kalandnak. Az enyém az egy 3000 mg-os, és a másik az nagymamának van, az pedig egy 1500 mg-os. A 3000 mg-os az egy intenz, ezeknek egyébként már utána néztem, hogy milyenek vannak náluk, kicsit jobban elolvasgattam, de a lényeg az, hogy így érkeznek becsomagolva, és ilyen kis pumpás adagolója van. Az íze igazából ugyanolyan, mint a másiké, amit próbáltam, egy kicsit erősebb, ki lehet bírni. Úgy működik a dolog, hogy egyet kell belőle cseppenteni reggel, egyet pedig este. A lényeg az, hogy naponta kétszer kell bevenni, és ajánlott 7 óra előtt bevenni az esti adagot. Nyelv alá cseppentjük, onnan tud a leggyorsabban felszívódni. Egyébként nagyon fancy csomagolása van, és tök jól lehet benne tárolni is, és tiszta. Ezt mondom úgy, hogy az előző, amit próbáltam, az ilyen pipettás csomagolásban volt, és körülbelül másfél hétig bírta, hogy tiszta legyen, és ne legyen mindenhol minden olaj. A másik csomag, az pedig egy hemp touch-os csomag, ami azért izgi, mert a hemp touch kozmetikumokat gyárt kender kivonattal. És akkor... csomag tartalma egy intenzív ajakbalzsam, egy tápláló arckrém és kíméletesen ápoló arctisztító. Kezdjük ezzel. De ismerős az illata, te jó ég! Nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy használtatok-e valaha, de amikor én olyan ötödikes lehettem körülbelül akkor, nagyon ment az ilcsi, és az iktiolos korrektor, vagy mi a fene a neve, annak van pont ugyanilyen illata, és én nagyon szeretem, viszont erős illata van, de nekem bejön. Következő, nézzük meg az arckrémet is. Ilyen nagyon-nagyon tiszta illata van. Ez a kicsit ilyen, kicsit gyógyszertári, kicsit se illatú, de igazából ennyi volt, el is múlt az illata. És akkor az utolsó. Megint megszaladt. Ennek viszont nagyon jó illata van. Ez egyébként az arclemosó, tehát nyilván ehhez víz kellene, hogy rendesen működjön, de... ez a csomag tartalma, amit kaptam, és ezeket fogom nektek tesztelni körülbelül 2 héten keresztül, és utána pedig fogok mondani róla egy véleményt. Ezeket a termékeket a Unihemp-től kaptam, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm nekik, viszont ettől függetlenül szeretnék mindent elmondani nektek, amiket észrevettem rajtuk, észrevettünk, mert ugye nagymama is elkezdte használni. Először beszélnék nektek egy kicsit a CBD-ről. Mutattam már nektek az előző klipben is, hogy egy nagyon cuki kis dobozban található, amiből ki tudod venni ezt a 12 millis kis fiolát végül is, aminek egy pumpás adagoló fej van a tetején. Mivel átlátszó az üvege, ezért sötét helyen kell tartani, hogy ne tudjon tönkre menni maga az olaj. Viszont ebben a dobozban ez elég könnyű, belefér táskába is, viszont hogyha táskába szeretnéd vinni magaddal, így is simán el tudod vinni, nem olyan könnyű lenyomni a tetejét, úgyhogy nem fog kifolyni magától. Szóval, mi is a CBD, kezdjük egy kicsit ezzel, és hogy hogy is keveredtem én erre az útra. A CBD a cannabidiol rövidítése, ami az ipari kendernek a legfőbb hatóanyaga, és nagyon-nagyon fontos, hogy THC-mentes. Tehát konkrétan azt jelenti, csak hogy mindenki értse, nem tartalmaz THC-t, tehát mondjuk ki, nem tépsz be tőle. Ami miatt én
elkezdtem érdeklődni a CBD után, láttam egy videót, nem is olyan rég, egy pár hónappal ezelőtt, ahol egy körülbelül velem egyidős csaj mutatta be, hogy milyen pozitív hatásai vannak, és elkezdtem egy kicsit jobban utána nézni, és nagyon megfogtak a weblapokon látottak, de aztán ráfelejtettem, viszont jött a december, amikor a Vlogmas alatt egy kicsit bekattantam, lehet talán így is mondani, nagyon keveset aludtam, nagyon rossz alvási ciklusokban, és elkezdtem igazából mindenen szorongani, talán ezt mondhatjuk így. A legkisebb dolgokon is iszonyatosan felmérgeltem magam, semmivel se voltam elégedett, amit akkor csináltam, és arra gondoltam, hogy ha valamikor, akkor most jött el az az idő, hogy ezt kipróbáljam, és akkor még magamnak vettem egyet, Bence tudta nélkül, és képzeljétek el, hogy az egy dolog, hogy én elkezdtem magamon észrevenni a pozitív hatásait, de két hét után Bence is észrevette. Sokkal könnyebben ki tudtam magam pihenni, a felesleges apróságokat igazából, amik ok nélkül mérgelnek fel, el tudtam engedni. Nem pánikoltam felesleges dolgokon, és sorolhatnám még, és majd fogom is nektek, viszont elmondom, hogy hivatalosan mire is használható a CBD. A komplex kivonatokban található hatóanyagok képesek kapcsolatba lépni a testünkben található CB1 és CB2 receptorokkal, amiről teszek is ide nektek egy ábrát, hogy egy kicsit jobban értsétek, hogy miről is van szó. Mivel ezek a receptorok szétszórtan és igen nagy számban vannak jelen testünkben, így a CBD készítmények pontos hatásmechanizmusát még nem sikerült feltérképezni. De azt már kutatások kimutatták, hogy CBD erős antioxidáns, gyulladásgátló, rohamellenes, antidepresszáns, antipszichotikus, tumorellenes, csak hogy ne legyen túl tudományos, az utolsó info, ami nagyon érdekes, képes eltávolítani az agyból azt a dolgot, ami az Alzheimer-kort kiváltja. Nagyon fontos, hogy ezekben az olajokban nem csak CBD szerepel, több kannabinoid is van benne, és ezzel alkotnak egy olyan koktélt, ami miatt azt a hatást tudják kiváltani, amit kiváltanak, ugyanis az egyik erősíti a másiknak a hatását, akkor is, hogyha nagyon-nagyon pici számban van benne, például THC. A cannabigold az nem egy THC-mentes család, viszont 0,2% alatt van benne a THC koncentráció, ami körülbelül az egész világon elfogadott. Egyébként ez egy lengyel márka, és mindent házon belül gyártanak, viszont ezután, hogy ezt tudjátok, szeretnék tovább lépni a HempTouch termékekre, ugyanis a CBD kivonatok nem csak belülről alkalmazhatók, a CB2 receptorok megtalálhatók a bőrünkben is, tehát krémekkel is tudunk rájuk hatni. Három dolgot kaptam tőlük, egy arclemosót, egy krémet és egy ajakbalzsamot. Az ajakbalzsam jelenleg nincs itt nálam, viszont van itt egy kis segítségem, 2900 forintba kerül, 4,5 ml, és a fő összetevője a kendermag olaj, egy nagyon kellemes illatú, kellemes, de erős illatú ajakbalzsamról van szó, viszonylag vastag a textúrája, tehát nagyon jó szeles időben, amikor jó vastagon bekened vele a szádat, vagy lefekvés előtt, hogyha bekened, akkor reggelre tökéletes. Erről talán nem is kell olyan sokat beszélni, viszont erről a kettőről fogok nektek. Hogyha nem láttátok még az előző videómat, azt hiszem az volt az előző, ahol az arclemosókról beszéltem, akkor erről már beszéltem egy keveset, viszont most egy kicsit részletesebben is bele szeretnék menni. Kendervíz és kendermag olaj a fő összetevője, ami nyilván a témánkhoz kapcsolódik. Emellett mondtam már nektek, glicerint, E-vitamint és több más olajat is tartalmaz. Nagyon jól tudják hidratálni a bőrt, amellett, hogy tökéletesen eltávolítják a szennyeződéseket, a sminkmaradványokat, vagy a sminklemosó olaj maradványokat az arcotokról. Nagyon száraz, érzékeny bőrűeknek talán nem ajánlanám, viszont normáltól egészen olajos bőrig tökéletes. Amikor hozták, akkor mondták, hogy többen visszajeleztek már, hogy szerintük nem túl jó az illata, de őszintén megmondom, hogy nekem kifejezetten tetszik, egy nagyon lágy, tiszta illata van. Ennél jobban talán nem tudom megfogalmazni. Cédrusfa olajat tartalmaz, ami megadja egyébként az alap illatát ennek az arclemosónak. A következő viszont a krém, amit kaptam, és ez egy kicsit érdekesebb téma. Egy az, hogy nem emlékszem, hogy mikor volt utoljára ilyen kiszerelésű arckrémem, viszont kifejezetten imádom, ugyanis ez a csomagolás, lehet, hogy van, aki ránézésre is megmondja, úgy működik, hogy amikor te megnyomod a tetejét,
akkor alulról egy ilyen kis pumpa nyomja fel az anyagot, tehát a krém, ami belül van, nem érintkezik oxigénnel. Vákum hatással fogja az utolsó cseppig kinyomni ebből a kis tubusból neked a krémet. Több okból is jó, nem fog megromlani a krém, illetve nem tudsz bejuttatni bele baktériumot. Az ára ennek a terméknek 9500 forint 50 ml-ért, ami egy erős közepes ár, nem drogéria, az egyértelmű, viszont a drága kozmetikai márkáknál sokkal olcsóbb. Ez egy hidratáló krém egyébként, és mindennapi használatra jelenleg az én bőrömnek egy kicsit sok, viszont 2-3 napig nagyon szépen tudom használni, és gyönyörű hidratált tőle a bőröm. Utána kell használjak egy kicsit lazább krémet, ami talán a bőr problémáimra van hatással. És a legérdekesebb dolog, amit nagyon-nagyon ritkán lehet látni, szinte soha. Általában minden krémnek, arcmosónak, bármit, amit használtok, az első összetevője a víz, viszont ennél a krémnél a kendervíz az első összetevő, még bőven a víz előtt. Emellett természetesen van benne még kenderolaj és CBD is. Tele van egyébként hidratáló összetevőkkel, tartalmaz bizabololt E-vitamint is, ami nagyon jó, egy összetevője van, amivel én nem vagyok kivékülve, méghozzá a kókuszolaj. Ugyanis a kókuszolaj sajnos nagyon el tudja tömíteni a pórusaitokat, tehát hogyha kifejezetten pattanásra hajlamos a bőrötök, akkor nem biztos, hogy ez a jó választás nektek, viszont van egy kiegyenlítő arckrém is, ami inkább a problémásabb bőrökre van. Egyébként mind a három terméknek le fogom tenni a Krémmániás és a Unihemp-es linkjét is, úgyhogy mind a két helyen meg tudjátok nézni, hogyha érdekel titeket. És akkor még az olajról szeretnék mondani nektek pár szót. Olaj használata nyelv alá kell becsöppenteni, ott tartjátok egy pár másodpercig, igazából ameddig bírjátok, majd lenyelitek. Nagyon sok módon lehet használni a CBD-t, vannak inhaláló készülékek, olaj, kapszula, rengeteg formátuma van, viszont talán az olaj a legpraktikusabb, nem kell kapszulát lenyelned, mindig tudod magadnál vinni, és bármikor be tudod venni. Nem ízesített, viszont nincsen rossz ízese. És akkor itt a videó végén még szeretnék nektek beszélni gyorsan saját tapasztalatokról. Nekem talán a legfontosabb, amivel mindig is problémám volt, nagyon könnyen alszom el, viszont iszonyatosan nehezen kelek fel. És azt kell, hogy mondjam, hogy amikor szedem folyamatosan, és nem felejtem el, nem hagyok ki pár napot, akkor rendszeresen óra előtt magamtól felébredek, ami nálam egy hatalmas nagy szó. Sokkal kipihentebbnek érzem magam, sokkal egyenletesebb a hangulatom. Erről lehet Bencét kellene megkérdezni, de néha elég ingadozó tud lenni a kedély állapotom, hogy finoman fogalmazzak. Emellett régen nagyon-nagyon görcsölt a hasam, amikor megjött. Mostanában egyébként is kevésbé, viszont amióta ezt szedem, szerintem egyszer nem fájt a hasam, ami egy hatalmas megváltás, akinek nagyon görcsöl a hasa, az tudja, hogy milyen. Az szerintem nem is kérdés, hogy a szorongáson, vagy ezen a nagyon görcsös hozzáálláson nagyon sokat segített. Mostanában, hogyha ilyen kisebb-nagyobb akadályok gördülnek elém, akkor viszonylag idegeskedés nélkül túl tudok lépni rajtuk, és meg tudom oldani a problémát, és nem azon kezdek el rögtön gondolkozni, hogy úristen, mi mehet félre, vagy mit rontok el, vagy bármi ilyesmi, hanem arra koncentrálok, hogy meg legyen oldva, le legyen tudva, és el van intézve a dolog. És még egy valami, ami nekem egy nagyon nagy dolog volt. Ugye az egyik ilyen olajat odaadtam nagymamának, és anélkül, hogy megsértődne, mert tudom, hogy most néz, nagymama már nem fiatal, tegyük hozzá, így körülbelül ennyivel tudjuk is le, és neki azért már fájnak az ízületei, egyébként is volt neki több műtétje, és van egy nagyon nagy problémája, amivel rengeteget szokott küzdeni, a forgója nagyon szokott fájni, és képzeljétek el, hogy azt mondta nekem nemrég, egy pár napja, amióta szedi az olajat, azóta egy óra sétálás, bevásárlás, kocsiba kibeszállás, pakolás meg se kottyan neki, és csak utána kezdi el érezni, hogy mintha kicsit fájna,
ami szerintem egy nagyon király dolog, és neki biztosan, hogy hatalmas előrelépés. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy nézzetek utána egy kicsit jobban a CBD termékeknek, mert rengeteg előnyös hatásuk van. Nem szerettem volna mindent felsorolni ebbe a videóba, mert biztosan nagyon unalmas lett volna, és szerettem volna, hogyha kicsit fel tudom kelteni az érdeklődéseteket, és kinyitni a szemeteket ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy nem gyógyszer, ez egy táplálékkiegészítő. Természetesen nem helyettesíti az egészséges táplálkozást, de ettől függetlenül nagyon-nagyon sokat tud nektek segíteni, és ami nagyon fontos, hogy teljesen legális. 100%-ban legális, Magyarországon is több helyen kapható, viszont meleg szívvel ajánlom nektek a Cannabi Goldot. Leteszek minden linket a leírásba, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor nézelődjetek ott egy kicsit, több cikket is be fogok nektek csatolni más oldalakról is, hogy utána tudjatok járni magatoknak is. Nagyon fontos, nézzetek utána magatoktól is a dolgoknak, ne csak rám hallgassatok. Egyre népszerűbb lesz a CBD olaj Magyarországon is, úgyhogy ha bármi problémátok van, egészségügyi problémátok, vagy csak szeretnétek javítani az életminőségeteken, mennyire gyönyörű szó, akkor nézzetek utána ti is, csekkoljátok le a Cannabi Goldnak az oldalát, és bátran próbáljátok ki, szerintem nem fogtok benne csalódni. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, beillesztem nektek ide a screenshotot, hogy 60%-otok még mindig nincs feliratkozva, aki nézi a videókat, és tudom, hogy nektek ez nem egy nagy dolog, viszont nekem rengeteget számít, és nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok. És természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!